Megújult a Kovács Margit állandó kiállítás a Kreszta házban, az újra rendezett tárlat megnyitójára, melyet a múzeum világnapon rendeztek meg, sokan voltak kíváncsiak. Dr. Csapláros Andrea, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke is megemlékezett a művészről, valamint Rózsa Völgyi László, Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke is kiemelte Kovács Margit tehetségét. Kovács Margit most felülről néz bennünket, örül ennek a megújult kiállításnak, hiszen ő már kislánykorában a környéken rajzolgatott, és érdeklődéssel figyelte az utcájukban lapó kályhamester munkálkodását. A győri kályhamester éles látását dicséri, hogy felfedezte a kislány tehetségét, és megtanította őt az agyag és a korong használatára. Miért van szükségünk 2022-ben a győri tárlat újragondolására? Azért, mert az 1974-ben megnyitott kiállítás szembeötlő hiányossága volt a szakrális témájú művek alulprezentáltsága. Az 1970-es-80-as évek kiállítás és kultúrpolitikája ezeket a műveket nem engedte bemutatni. Ezt a fájó hiányt szeretnénk most hangsúlyosan, külön teremben közkincsé tenni. Több teremben tárulnak elénk a képzőművész alkotásai, a tárlat pedig nem csak anyagában újult meg. Kubinyi, illetve NK-as pályázatból újult meg a kiállításunk, másfél-két éve már zárva vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végre kitárhatjuk a kapuinkat és újra várhatjuk a közönséget, kicsiket és nagyokat egyaránt. 1982-ben állt össze ez a kiállítás. Az alsó szinten egy letéti anyag látható, akkor is az volt látható. Szentendréről a Ferenci Múzeumból kaptunk kölcsön tárgyakat. Ez az anyag újult meg igazából, ennek a 90%-a visszakerült Szentendré, és újak jöttek helyette. Itt a felső szinten a Kovács Margit által Sufninak nevezett manzártető térben. Itt olyan tárgyak találhatók, 3 tucatnyi körülbelül, amit 1974-ben Kovács Margit a Győr városának ajándékozott. Ekkor lett egyébként a városnak a díszpolgára is Kovács Margit. Itt a felső szinten nem nagyon nyúltunk a kiállításhoz, illetve modernizáltuk, új posztamensekkel, új lámpákkal, világítással szereltük föl, illetve búrákkal szereltük föl műtárgyvédelmi szempontból ezt a részt. A legnagyobb művet a kisbéri plébánián találták, és onnan kérték kölcsön a megújult tárlathoz. Kölcsönkértük a kisbéri plébánián található Szent Család triptihont, és ezt a múzeum kollégái, restaurátor kollégái felújították, és végül is a kiállítás 3. termében, az úgynevezett egyházi teremben, ez van a központban, és e köré szerveztük a más egyházi munkáit is Kovács Margitnak, hiszen az ő életművében nagyon fontos megrendelő volt az egyház. A megújult kiállítás 2-től vasárnapig délelőtt 10 és délután 18 óra között látogatható az Apáca utca 1 szám alatt.